Tisztelt úr, tisztelt Elnök Urak, tisztelt Kuratórium és tisztelt Megjelentek! A bírálati procedúra során a, a mi pályázatunk a funkcionális orvosi képalkotás képet, címet kapta, ami nagyon helyesen, mert funkcionális képalkotó eljárásokkal foglalkoztunk. Ezen belül is olyan új eljárásokat és módszereket dolgoztunk ki, amelynek segítségével a képek minősége, illetve a képek készítésének ideje lényegesen rövidebb lesz, a képek minősége pedig javul. Egész röviden fogok beszélni három mondatot arról, hogy azok számára is könnyen érthető legyen az eredményeknek az ismertetése, akik ezzel a témával nem olyan sokat foglalkoztak. Két konkrét témát neveztünk be ebbe a pályázatba, az egyik a pedektektor tervező módszerünk, a második pedig a spektrekonstrukciós módszer. Nos, mint mondtam, a funkcionális képalkotó módszerekkel foglalkoztunk, és ezek közül is kettővel. Mind a kettőben közös, mind a két módszerben, mind a SPECT, mind a PET módszerben közös az, hogy számítógéppel fogjuk valamilyen módon rekonstruálni annak a megjelölt anyagnak a térbeni eloszlását, amire, éppen kíváncsi vagyunk a vizsgálat során. Két különböző eljárásról van szó. Az egyik esetben vetületi képeket fogunk egy gamma kamerak segítségével rögzíteni, és ebből fogjuk rekonstruálni a térbeni elosztást. A másik esetben egy egész Kamera gyűri, gamma, gamma kamera gyűrű van a beteg vagy a megfigyelt szerv körül, és azokat a pontokat, azokat az azokat a egyeneseket detektáljuk, amely egyeneseken a rádióaktív bomlást keletkezett. Nos, mint ebből a rövid bevezetőből is látható volt, ez egy nagyon fontos része azoknak a, a PET berendezéseknek, a PET-berendezéseknek, egész pontosan. a Maga a gamma kamera, mondhatjuk, hogy ez az eszköznek a szeme. Ennek a szemnek a megtervezése a végső képminőségére borzasztóan nagy hatással van, borzasztóan pontosan kell meg, megkonstruálni. Nagyon sok alternatívát kell mérlegelni, amikor egy ilyen, egy ilyen detektort össze kell állítani, hiszen ennek a detektornak látjuk a látjuk a, 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 a becsapódó gamma, a gamma a, a sugárzást, a pici kis kristálytűkbe kell majd valamilyen módon végződni, és ezek a kristálytűknek a méretét, az őket elhatároló anyagot, illetve a mög mögötte elhelyezkedő fotoelektron sokszorozódnak, a, a geometriai méretet, illetve tulajdonságait meg kell határozni. Nos, a mi eszközünk ebben ad hatékony segítséget, <kül> egy olyan ö, detektor tervező módszert, illetve egy szimulációs környezetet állítottunk el, elő, amely figyelembe veszi a gyakorlati, ö, a gyakorlati szempontokat. Képesek vagyunk ennek segítségével mérések helyett szimulációkkal megmondani, a, a, fölállítani a lehetséges gamma kamera alternatívákat, kiválasztani azokat, amelyeket ö, a gyakorlatban is érdemes legyártani és mérni. A, az egész módszer együttest, amely mondom, mint tervező, mint szimulációs módszert, módszereket tartalmaz, egy egységes környezetbe szerveztük, és, és minden részét integráltan implementáltuk. Figyelembe vettük, hogy ezeknek, ezek általában nagy számítási igényű feladatok, így párhuzamos futtatásra, ugyanúgy az integrált rendszeren belül adtunk lehetőséget, képesek vagyunk griden futtatni ezeket a szimulációkat, ennek megfelelően nagyon gyorsan eredményt szolgáltatni. Két eredmény, két pontos, azt mondom, hogy mérés, különböző módon lehet a magukat a a, 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 fizikai folyamatokat modellezni, egy, egy, egyszerű modellezéssel, ha itt ha, oda menni. Ez lényegében ez egy, ez egy konkrét detektor, ahol a fotoelektron látjuk itt hátul ezekkel a körökkel, maguk a kristálytűk itt szerepelnek, és ezek, a, ez a kis pamacsok, vagy ezek a kis pontocskák, ezek fogják megmondani, hogy hol adnak választ, hol tudjuk detektálni az, egy, egy, az egyes kristálytjükből érkező becsapódó gamma fotonokat. Mint mondtam, különböző szimulációs lehetőségek vannak, itt egy, egy picit egy más, egy, egy nagyobb valóságűsége rendelkező módszerrel, természetesen kicsit hossza futásidőt eredményezve ez ezt a képet kapjuk. A lényeg egyébként az, hogy meg lehessen különböztetni, akkor jó egy detektor, ha azokat a kis pamacsokat szépen el tudjuk különíteni, de nem megyünk bele a detektor tervezésbe. Számos publikációban tettük közé ezeket, és majd a végén beszélek a hasznosítástól. A második módszer, amivel, vagy második eljárás, amivel a pályázatban foglalkoztunk, vagy a pályázat tartalmazta, az a spekt rekonstrukció. A spekt általánosságban egy iteratív módszert használunk a képnek az előállítására. Ezt MLE maximum likelihood expectation maximization módszernek nevezzük, amely lényegében a magáta fizikai folyamatot, a képalkotás fizikai folyamatát képezi le. Tehát azt nézzük meg, hogy hogyan, tudjuk, hogyan, hogyan halad a gamma a forrásból, a detektorok felé, illetve ve. utána megpróbáljuk valamilyen módon az iteratív, folyamat, az iteratív dekonstrukció során azt a képet, amit tudunk mérni, összehasonlítani azzal a képpel, amit éppen mi számoltunk, és a eredetileg a, 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 a feltételezett anyageloszlást, aktivitáseloszlást ennek, ennek a fényében, ennek a tükrébe módosítani. Nos, a, a kihívás pontosan azt jelenti, hogy ha pontosan akarom az összes fizikai folyamatot, ami lejátszódik egy képalkotás során szimulálni, illetve a számítások során figyelembe venni, akkor ez borzasztóan nagy, nagy számítási igényű lesz. Egy-egy rekonstrukció eltart néhány napig, ami természetesen gyakorlat szempontjából nem, meg, nem Elfogadható. informatikusként erre adtunk egy választ, próbáljuk párhuzamosítani. Ma már rendelkezésre állnak azok a módszerek, amikkel, amikkel viszonylag költséghatékonyan tudok párhuzamos végrehajtó elemeket telepíteni oda a képalkotó berendezésekbe. Itt a választásunk a grafikus processz, a GPU-ra vagyis a grafikus feldolgozóegységekre esett, viszont ezeknek a működése egy picit más, nem a általunk meg, megszokott számítási logikával működik, hanem úgynevezett SIMP típusú, Single Instruction Multiply Data típusú. Ennek megfelelően azokat az algoritmusokat át kellett szervezni, át kellett szervezni mind mint, a, végrehajt, mint a, a számítási folyamat szempontjából, mint pedig a memória használat szempontjából. Az egyik oldalon a, a, annak az alapsémáját látjuk, ahogy az előrevetítő, a másik oldalon a, a visszavetítő, visszavetítő operátorunknak a újra szervezését láthatjuk. A lényeg az az, hogy olyan módon szerveztük meg mind a két algoritmusok a végrehajtását, hogy ez képes legyen hatékonyan kihasználni a, a gpu a fölépítését, és ennek eredményeképpen az általunk javasolt algoritmus, készített algoritmus ugyanolyan idő alatt, vagy akár gyorsabban is végrehajtható, mint a korábbi rekonstrukciók. A képminőségre néhány példát, képminőség javítására, ezt talán, amit a legkönnyebben tudunk kívülállóként is értelmezni, jobb oldalon az általunk javasolt eljárással készült kép, ami jóval részt gazdagabb, mint egy hagyományos vagy, vagy korábban használt eljárással. A mi eljárásunknak egyik legel, legnagyobb előnye, a, a, legalábbis az orvosok szempontjából, az orvosok véleménye szerint az, hogy a, a mi általunk készített eszközzel, eszközze, olyan dedikált eszközöket ki lehet váltani, amely dedikált eszközök most az agyvizsgálatra, a szívvizsgálatra vannak specializálva. Ezekkel külön-külön képalkotó berendezések foglalkoznak ma. A, a mi vizsgálatodik szerint képesek voltunk az általános berendezéssel azoknál, azoknál a dedikált eszközöknél jobb képminőséget előállítani. Egy utolsó kép talán, ami a, a megint csak külügyvizsgálatok számára nagyon jól értelmezhető, ez egy, ez egy tumorvizsgálat. Ami amely tumorvizsgálatnál látjuk a jobb oldalon egy hagyományos rekonstrukciós módszerrel, azt a piros részen mutatja a tumort, amit látunk, ami pontosabb rekonstrukciós módszerünkkel láthatóan téves diagnózisra vezetett volna az a jobb oldali kép. Itt látható, hogy igazából két kisebb, tumor, két kisebb összeérő tumorról van szó. Nos, itt is számos publikációt van tettük közzé. Ezeket az eredményeket szerencsések vagyunk, mert közvetlenül tudtuk hasznosítani. A Medizo Kft. a PET-detektor szimulációs eszközünket rendszeresen használja és többek között az első világon első spec ct modalitás is tartalmazó hárommodalitású berendezésben is, vagy annak az erőállításában is részese volt ennek az algoritmusnak, illetve a, ugyanúgy a Medizok KFT-nek az Interview XP nevezett termékében, ami minden egyes általa eladott képalkotónak a része, külön is megvető, de minden, minden olyan vásárló, aki spec-berendezést vesz most a Medizótól, az használhatja az általunk javasolt. Vagy általunk készített módszert, amit mi beépítettünk ebbe. Tehát nem, nem az innovációs láncban nem csak a, a módszerig, hanem az implementációig mentünk el. Összesen 16 publikációt jelentettünk meg, és itt szerepeljen azok, azoknak a projekteknek, illetve megbízásoknak a listája, amelyhez láthatóan most már lassan ha látom, 6-8 éve foglalkozunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez egy továbbjában is folytatódó közös munka, mert az utolsó projekt látjuk nemrég kezdődött. Nagyon röviden csak fölraktam azt a néhány vállalunk együttműködő partnert, illetve egyetemi tanszéket, amiben talán látható, hogy ez egy olyan munka, amelyben szerencsénkre sikerült más karokról, illetve más tanszékeket is bevonni, mi még egyszer nagyon köszönöm szóval a megtiszteltetést, és, és remélem, hogy ezt későbbiekben még ilyen, ilyen még leszünk készen. Köszönöm szépen.